Nagyon-nagyon vigyáznia kellene, hogy miként hazudik arról, hogy ő milyen, meg mit gondol. Mert hogyha ezt nem tudja összhangba hozni azzal, amit általa barátinak ítélt társaságban, kvázi magunk között vagyunk módon beszél, akkor így jár. Tehát a világos mindenki számára, aki ővel csak három mondatot váltott, hogy ő antiszemita, nincs rajta mit szépíteni, mindig is az volt. Persze adjuk meg neki a lehetőséget, hogy megváltozzék, de ezt kizár dolognak tartom. Ő a tényleg a szélkakas politika és a gátlástalanságnak a mintapéldánya, tehát hogy ha kell, akkor széderestre megy, ha kell, akkor, akkor éppen palesztin tüntetésen szólal fel, és ugye most éppen előadja az európai, de 2012-ben még ő volt az, aki azt mondta, hogy hát felül kell vizsgálni Magyarország Európai Uniós tagságát, és ki kell lépni ebből, mert hát ez így nem tartható tovább, tehát hogy egy igazi, igazi, uh, igazi szélkakas, aki talán szerintem még a vonán is túltett, aki az, a jobbikot azért el, elvitte baloldalra. Nem szeretnék Jakab Péterről semmi jót mondani, de nehéz is lenne. Azt gondolom, csak a rettenetes politikai, majdnem azt mondtam, bunkóságot lehet a szemére vetni, de ekkora őrületes politikai hívákat még ő sem követette. Legalább hű volt önmagához. De Gyöngyösi Márton azt gondolom, hogy egyértelműen elpusztítja még azt is, ami a jobbikból megmaradt. Örömmel fogadnám lemondásának hírét, inkább a lemondás hírét, mint egy újabb vacsora meghívást az amerikai nagykövetség.